Csácsú, mit csinált ezt a csokoládé és traktorkerék körül a csatornán kívül jelentkezik az legújabb! Nagyon összeszedetlen vagyok, pedig nem annak kellene lennem, mert egy új Farming Simulator 19 sorozatot indítunk, és végre nagyon régóta körvonalazódott bennem, hogy hogyan lehetne megcsinálni egy nagyon érdekes kis, szuper kis Farming Simulator 19 sorozatot, hogy elhagyni mindenféle sablonos dolgot, ahogy mindenki, és én is csinálni szoktam a sorozatokat, és arra gondoltam, hogy ez csak úgy valósulhat meg, hogyha tényleg megpróbálunk úgy játszani, hogy beleéljük magunkat. És azért nulladik rész ez, mert még nem fogunk játszani, hanem el fogom mondani, hogy mi a szabályrendszer, és mi a háttértörténet, és maradj itt, hogyha ezeket akarod tudni, mert így lesz igazából értelme az egész sorozatnak, mert különben nem fogod érteni, hogy mi történik a képernyőn. És azért tényleg nulladik rész, mert ezt nem az első részbe akartam így elmagyarázni, hanem az első részbe akkor vágjunk bele a lecsóba, és akkor történjenek velünk, amiknek történnie kell. Először is háttértörténet. Lesz háttértörténet. A háttértörténetet most szeretném elmondani, úgyhogy nem lehet, valószínűleg nem fogok kitérni rá már az első részbe. A dolog úgy zajlik, Sanyi élt szépen Budapesten, Magyarországon, és kapott egy levelet egy ügyvédtől, amiben értesítik, hogy a nagyapja, aki lengyel származású, ráhagyta a hatalmas, csodálatos birtokát, ami ugye természetesen Lengyelországban van, és Sanyi ezt átveheti ott a helyszínen, tehát magáévá teheti, és Sanyi úgy gondolta végre, mert a Sanyi nem egy pénzes gyerek, pesti gyerek, kis csóró, egy kis lakásba tengődik, úgy gondolja, hogy most végre megfogta az Isten lábát, egy hatalmas terület tulajdonosa lehet, farmházzal, traktorokkal és mindennel, amit el lehet képzelni. Természetesen Sanyi nem ért a mezőgazdasághoz, úgyhogy ez még egy kis csavar lesz majd az egészen, és ahhoz, hogy ide el tudjon utazni, sajnos minden vagyonát fel kell, hogy élje, úgymond, mindenét el kell, hogy adja, és az utazásra kell költi az összes pénzét, és nulla euróval érkezik ide meg, és sajnos tapasztalni fogja, hogy nem minden fenéktig tejfel, mivel nem fog itt más találni, mint egy erdőszéli kaibát, és nulla eurója lesz, és innen kell ő neki valahogy megélhetését megteremteni olyan extrém dolgokkal, amit el se tudtok képzelni. Próbáltam úgy összerakni ezt a Farming Simulator 19 sorozatot, és úgy eltervezni, hogy olyan dolgokat lássatok, amit igazából máshol nem. És tényleg valamilyen szinten büszke is vagyok erre, szerintem nagyon fog nektek tetszeni. Igen, ez a háttértörténet. Viszont mindenképpen szabályrendszert is akarok felállítani. Nehéz lesz. Egy, nem csalunk, ugye semmiképpen, nulla euró. Nulla euró, hogyha megdöglünk, akkor is nulla euró. És úgy kell, mint a valóságban, úgy kell összeszednünk ezt a pénzt, tehát nem csinálhatunk semmit. Ja, és nincsen banki hitel. Nincs banki hitel, oké? Tehát nem csalunk, nincs banki hitel. Második, ami szerintem a legrosszabb lesz. Hú, nem tabolhatok. Semmi, nulla. Nincs teleport, nincs tab, nincs a utazás sehova, nincs. Mindenhova, úgy, ahogy valóságban. Valóságban se teleportálgatunk ide-oda. Nincs tab. Oda mész a járművel. Nincs visszaugratás természetesen. Nincs visszaugratás, nincs tab. Oké? Ez mindenképpen úgy fog zajlani. Akkor. Ami még nagyon fontos, és ami még megint nagyon nehéz lesz, nagyon furcsa lesz így játszani. Nincs külső nézet. Valóságban se látod magad kívülről. Nincs külső nézet. Oké? Jó, ez szerintem így tök jó. Mindig belső nézetben fogunk játszani, és mindig autentikusan próbálunk játszani. Például nem megyünk át keresztül, hasul mindenen, mindig próbálunk úgy menni. Az a lényeg, úgy próbálunk játszani, ahogy a valóságban. Na, akkor ennyi lenne az egész. Természetesen modokat gondolom kíváncsiak vagytok, mik lesznek. Lesznek magyar jellegű járművek, ugye szocialista blokkon, blokkba vagyunk még mindig, viszont ugye itt is az autentikusságra próbálunk törekedni, de mindenképpen szerettem volna elhagyni ezt a sablonos MSH modding
alsó újlak szekciót, mert itt már azokon a mapokon úgy ismerjünk minden részletét azoknak a mapoknak, hogy a könyökünkön jön ki, és nem, akartam egy kicsit változatos, akartam, mindenképpen úgy akartam, és ezért is választottam egy külföldi mapot, hogy illeszkedjen a sztoriba, de hát hogyha most én itt játszani fogok, akkor ugyanúgy csodálkozzak rá a dolgokra, ugyanúgy ne találjam az utat, ugyanúgy keveregjünk, ugyanúgy próbáljuk meg rájönni, hogy mi hol van. Mintha a valóságban is Sanyi, aki ide jött, ő is például meg akarná ugye ismerni itt a viszonyokat, tehát ő se tudná, értitek? Mert most, hogyha egy alsó új mapon akarnám ezt eljátszani, mindent tudunk hol van, és annak semmi értelme nem lenne. Na jó van, srácok, várlak benneteket, valószínűleg ma még ma ki fog kerülni a legelső rész, de holnap biztosan. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ötleteket, bármit nagyon szívesen meghallgatok, mert igazából mindig úgy vagyok vele, hogy azért szeretem, hogyha a kritikát is, mert az a gondolkodás, ami a több szem többet látott dolog, ugye ezt át lehet ültetni a gondolkodás síkjára is, és minél több ötlet, annál jobb. Minél több az ötlet, annál nagyobb a lehetőségek azok közül választani. És az nem biztos, hogy az én ötletem a legjobb, természetesen. Na, köszönöm szépen még egyszer, jók legyetek, csácsubi!